Teljesítmény miatt a Videóton mestere Verebes József elérkezettnek látta az időt, hogy hétközben egy kicsit elbeszélgessen játékosaival. Kőkemény beszélgetések voltak, sajnos ugye azok a játékosok, akik a szezon előtt érkeztek, közvetlen a szezon előtt, még nem tudták átvenni ezt a milliót, nem tudják, hogy miről szól ez a dolog itt, és nem tudnak olyan erővel és olyan mentalitással játszani, mint ahogy elvárható lenne. A mágus dörgedelmei úgyfest hatottak. A Videóton megszerezhette volna a vezetést az elején Koszta hibájából, Nagy Lajos azonban meglepetésével a kapusba lőtte a labdát. A másik oldalon jön a válasz, Détári két védő között nagyszerűen áttemeli a labdát, az újabb kísérlet azonban elakad Milintében. Verebes mester egyelőre visszafogott. A 24. percben Horváth Csaba emeli be középre a labdát, Koszta rosszul üti ki, pontosan Zsivócki elé, aki megszerzi a Videóton számára a vezetést. Az ismétlésben jól látszik majd, hogy Koszta pontosan, igaz, hogy zavarva volt egy védő által, odaütötte a labdát Zsivócki elé, aki habozás nélkül egyből kapásból a sarokba helyezi a labdát. A védők is és a kapus is csak asszisztált az esetnél. Megint egy felívelt labda, átmenetileg felszabadul a BVSC kapuja, aztán Nagy Lajoshoz kerül. Látja, hogy érkezik Waltner, éles a szög, Koszta remekül jött ki most a kapujából, jól zárta a sarkot. Így maradt az 1-0-ás Videóton vezetés a szünetben. Tajti József, a hazaiak vezetőedzője, rövid, de tömör. Bocsék, fél időt produkáltunk. Jól kezd viszont a másodikban a BVSC. Usváttól indul a támadás. Még mindig nála van, aztán Détári nagyon szép mozdulattal, sarokkal tovább pörgeti vissza, tehát Usvát elé a labdát, aki keresztbe ellövi, Milinte káprázatos módon mentett. 24. perc, egy érdekes jelenet következik, ezután Bondarenko betalál a kapuba, a játékvezető Hanacsek azonban érvényteleníti a találatot, és itt a magyarázat, hogy miért. Bozsik ugyanis a kapu előterében lerántja a fehérvári játékost Petricset, úgyhogy teljesen jogosan annulálta a gólt a játékvezető Hanacsek, aki ettől függetlenül nem vált kedvencé Zuglóban. 33. perc, Détári szabadrúgás és egy bravúros Milinte védés. A mérkőzés legjobbja volt egyébként Milinte, aki a nemzeti sporttól is 7-es osztályzatot kapott. Remekül céloz Détári, repül a levegőben Milinte, és a létszalor szöglefe tudja ütni a labdát. És eljött az a pillanat, amire Verebes József várt, vége a találkozónak, a Videóton tehát 1-0 arányban győzött idegenben a BVSC ellen.